már valóban ősziesre fordult az időjárás, de a környékbeli településeken alaposan kihasználták az utolsó szinte nyárias hétvégéket, fesztiválokkal, mulatságokkal. Stábunk is számos rendezvényen ott járt, melyekről be is számolunk Önöknek e heti pilisi szemlénkben. A tartalomból röviden. Harmadik alkalommal rendezték meg a Lecsó Fesztivált Pilis Csabán a Csaba kertben. Szüreti felvonulást és mulatságot tartottak Pilis Csabán és Solymáron is. Új teret avattak Solymáron. Összefoglaló a Vörösvári Képviselőtestület legutóbbi üléséről. Természetesen lesznek hírek és ajánlunk programokat, tartsanak velünk ezen a héten is. Ezekből a tervekből mik valósultak meg mostanra? Köszöntöm én is a Pilis Televízió nézőit, és én is örülök, hogy itt lehetek ebben minőségemben. Hát a 112 millió forint, amit 2015-ben elnyertünk, gyakorlatilag a nagy része már megvalósult, mármint a pályázat részeinek. Az egyik volt a buszforduló kiszélesítése és biztonságosabb átétele. Ezt még a nyár elején meg tudtuk valósítani. Most fejeződik be a Vörösvár utcai vízelvezetés, ami hát egy komoly feladat volt, hiszen ott hatalmas meg. I'm your man, I do the best I can. Ain't no words how much I want you, baby, and somebody else that I used to be. Település rendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó, a beruházó finanszírozásában megvalósuló háromoldalú beruházó tervező önkormányzat szerződés megkötését követően ad, vagy a háromoldalú beruházó tervező szerződéssel együttesen érvényesek, igen, akkor ez vagy. Igen, melyikre tesz javaslatot, nem tudom, a bizottság erről mondott-e valamit.